Devil May Cry 3, ez azt jelenti, hogy harmadik része egy sorozatnak. Első kettő nagy siker volt PlayStation-on, és ez is, de PlayStation 2-n. Mennyire jó konverzió, ezt sokat szoktunk fanyalogni PlayStation-os konverziók miatt. Hát sajnos ez az iskola példája az ostoba és rosszul megért konverzióknak. Rossz a grafika, rossz az irányítás. A Capcom, a kiadó semmit nem tett meg azért, hogy a PC-s játékosoknak kedvébe járjon. Ez azt jelenti, hogy például amikor szeretném irányítani a játékot, akkor a segítségnél, mint a Pro Evolution Soccerben, akkor a PlayStation-os irányítónak a képét kapom? Igen, például ez is egy rendkívül bosszantó dolog, hogy az ember figyelmesen végigolvasná az összes irányításra vonatkozó instrukciót, csak hát most, mivel nem a te gamepadednek megfelelő gombokat írják ki, ezért aztán jöjjél rá, hogy most melyiknek felel meg. Ráadásul tényleg kifejezetten nehéz megtalálni, hogy pontosan melyik gomb melyik. Sőt, ha nem szesz le az internetre egy külön kis programot, amivel a billentyűzet megfelelő gombjait a gamepad gombjaihez hozzárendeled, akkor nem tudod irányítani se a főhőst. Tehát billentyűzettel is irányítható, de gyakorlatilag, ahogy mondod, a beleesik ugyanabba a problémába, mint a konverziók java része, hogy a billentyűzetes irányítást bár beletették, de bár ne tették volna. Hát igen, a billentyűzet irányítás pedig atomszívás, tehát egy csomó gomb van, és amíg megtálad őket, ráadásul az alapfelállásban, én nem tudom milyen elképzeléstől vezérelve, de a JKR-re rakták az akciógombokat. Ezt ugye át lehet állítani, mert hát azt azért meg lehet csinálni, hogy átállítod, csak magát az átállító gombnak a leokézását is, amíg megtalálod, addig beleőszülsz. Szóval egyszerűen... Átverekedtük magunkat a billentyűzeten, meg már van mondjuk egy joypadunk, elkezdünk játszani. Tömény ilyen akciónak tűnik ez a dolog. Kaszabolás, kombó, ugrabugrálás, sokféle kombó van? Igen, rengetegféle kombó van. Egyébként ezek a kombók nagyon jók, tehát én nem tudom képzelni, PS2-n ez egy nagyon élvezetes játék volt ezek miatt. Különösen akkor, ha az ember kitanult őket, persze. Egyébként érdekessége ennek a verziónak, hogy ez a Special Edition, amely sokkal könnyebb, mint az eredeti verzió. Direkt könnyítettek rajta, mert annak idején ez a játék híres volt arról, hogy pokoli nehéz volt. A kamera nézet, ha jól látom, elég fix. Tehát te tudsz ezen állítgatni, vagy mindig így a hős mögött, vagy nem tudom, hogy jellemezze. Ez egy fix kamera nézet, amely a túlélő horrorokra jellemző leginkább. Illetve helyszínről helyszínre megyünk, tehát nem egy folyamatos világba vándorunk, hanem különböző úgymond szobák vannak. Előfordult veled olyan eset, hogy olyan lényel harcoltál, aki pont a fix kamera nézet miatt nem volt a képben? Mert itt is egy kard belógott az előbb. Igen, sajnos ez tipikus hiba, és ez ebben a játékban is előfordult. Csak úgy, mint a túlélő horrorokban. Mi a lényeg? Tehát itt gondolom a gonoszok az ellenfelek, ez a fickó, ez valamilyen szupererős, ilyen überbrutál atléta, de mit kell csinálni? Tehát mi a sztori lényege körülbelül? Hát gyakorlatilag két testvér harcol egymás ellen, Dante és Virgil. Dante a démon vadász, akinek az a feladat, hogy a földet megvéde ezektől a démonoktól. A speciális kiadás érdekessége egyébként, hogy Virgil-t is irányíthatjuk a játékban, tehát akár vele is végigjátszhatjuk ezt a rengeteg. És a Virgil is démon vadász, hogy ő a démonokkal van? Virgil, azt nem akarom lelőni a poént, hogy Virgil pontosan kicsoda, ez ki fog derülni a játékból. Annyit lehet róla tudni, hogy Dante testvére, és valamiért előkerült, és ismét akar Dantéval találkozni. Egyébként ez a japán játékokra jellemzően a történet azért eléggé misztikus, meg furcsa átvezető jeleneteket láthatunk benne, és a fordulatok azért eléggé meglepőek időnként. Tehát itt most például egy überbrutál robbanás, meg ilyen földrengés történt. Ez minek köszönhető? Valami démoni erő szabadul ki éppen? Ezt nem mindig lehet tudni, tehát ez folyamatosan derül ki a játékból, hogy ez éppen ez a robbanás, ez mitől van. Vannak benne fejtörők is, vagy csak állandó gyilkolászás? Hát időnként vannak mondjuk ilyen fejtörőhöz hasonlító dolgok, amikor mondjuk ütni kell egy kapcsolót egészen addig, amíg az összes kis fények ki nem gyúl, és akkor tudjuk használni egy liftet, de hát ez mondjuk nem túl megerőltető, tehát azért nem nevezném igazából a fejtörőnek.
Itt az átvezetők elég jól néznek ki, de a grafika nem tűnt túl meggyőzőnek. Itt mielőtt beszéltünk itt erről a dologról, itt a felvétel előtt azt mondtad, hogy rosszabb, mint PlayStation-on. Igen, tehát maguk az átvezetők azok nagyon látványosak, az igaz, viszont a Capcom semmit nem tett meg azért, hogy a textúrák mosottasságán javítson, sőt, bizonyos effektek, amik még a PS2-ben benne voltak, ebből a játékból is hiányoznak. Ergo, ez a játék randa.